Szeptember eleje óta járnak új menetrend szerint a helyi járatos buszok Szekszárdon. Az átalakítás célja az volt, hogy az önkormányzat lefaragjon a szolgáltatónak fizetett évi több százmillió forintnyi kiadásból. Hamarosan viszont újabb módosítás jöhet. A legutóbbi közgyűlésen ugyanis erről döntöttek a képviselők. Erre azért van szükség, mert Szekszárd 2022-ben csak az év első felében 158 millió forintos tartozást halmozott fel a Volánbusz felé. Menetlen racionalizálást javasoltunk, ez meg is szavazta a közgyűlés, valamint azt, hogy a mínuszt évi 100 millió forintra csökkentsük le. Tehát ne fizessünk évi több 100 millió forint mínuszt, hanem találjuk ki azt közösen a szolgáltatóval azt a megoldást, hogy hogyan lehet ebből esetleg buszoknak a jobb karbantartásával, más buszokkal, menetrend racionalizálással ezt megoldani. A tanévkezdés óta érvényben levő új menetrend elvileg jelentős megtakarítást eredményezett volna, ám a gázolajárának folyamatos emelkedése felülírta a terveket. Így a spórolás mértéke az eredetileg tervezett 30 helyett maximum 15% lehet. Emiatt van szükség újabb módosításokra a menetrendet érintően. Egy 30%-os költségcsökkentést még szeretnénk megvalósítani. Ez nem azt jelenti, hogy járatszámokat csökkentünk, hanem gyakorlatilag előzetesen egy utasszámlálást tartunk, ahol konkrétan ki fog derülni, hogy hol vannak felesleges járatok, hol vannak olyanok, amik egyáltalán nincsenek kihasználva, vagy kevésbé vannak kihasználva. Az átalakításról legközelebb az október 20-ára tervezett közgyűléskor tárgyalhatnak a szekszárdi képviselők.